Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt kapjuk meg a választ. Itt láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Tehát ő bízik abban, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, lesznek sikerei. A csillagok jelentik a bizalmat is, hiszen ő tudja azt, hogy minden úgy alakul, ahogy ez a csillagokban meg van írva. Az is lehet, hogy őt érdekli a spirituális terület. Ha te egy hölgy vagy, akkor te is megjelensz itt az ő gondolataiban, mégpedig mint egy királynő. Uralkodsz. Elfoglalod a helyedet az életben. Ez a királynő, illetve te, uralkodsz a tűz eleme felett. Az jelenti a bátorságodat, a lelkesedést, sőt, jelenti a szenvedélyeket is. És megnézzük az ő érzelmi világát. Itt láthatóak a kihívások. Az is lehet, hogy mások beleavatkoznak a dolgaiba, vagy vannak félreértések, viták, veszekedések, de mivel itt vannak nála szép gondolatok, és itt látható a lovas hintó, ő kilép ebből a helyzetből, és irányítja ezt a hintót. Az azt jelenti, hogy már nem foglalkozik ezekkel az eseményekkel vagy személyekkel, hanem egy más irányba tekint, és ő tudja, hogy ez az új irány neki szerencsét hoz. Sőt, az is lehet, mindkettőtöknek hozza ezt a szerencsét. És mit fog tenni? Itt lesz közeledés a részéről, és átnyújtja számodra ezt a kelyhet, és ez jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád. Amire szükségetek van, az itt a négyes szám. Az jelenti az alapokat, a biztonság érzetét. De a kép mutat valami mást is. Egy szűkös helyzetet, te érzed magadat ebben a szűkös helyzetben, ő érzi, hogy vannak ezek a problémák, közeledik hozzád, segít neked, felszabadít téged ebből a helyzetből. Ez lehet a munkahely, ahol úgy gondolod, hogy meg kell tartani ezt a munkát, mert ez adja a biztonság érzetét, anyagilag is. De nem érzed jól magadat a munkahelyeden, és ő érzi, hogy itt jó lenne döntéseket hozni. Segít neked. Persze ez a szűkös helyzet lehet egy családi kapcsolat, esetleg azt is jelentheti, hogy még benne vagy egy másik párkapcsolatban, te ebből ki akarsz lépni. Mivel szűkös a helyzet, vannak még félelmek vagy bizonytalanságok, de ő közeledik hozzád, és közli azt, hogy megbízhatsz benne, majd ő segíteni fog.
És mi fűz össze benneteket? Itt középen látható egy magyar kártya. Tulajdonképpen ezt a kártyát a férjem készítette. Meglepett vele tavaly, Valentin napra. És ez az ő ötlete volt, hiszen Magyarországon van a rovás írás. És az hasonló, mint Németországban a rúnák. És én mutattam a férjemnek annak idején, és akkor nála jött ez az ötlet, akkor készítünk egy ilyen rúnás magyar kártyát, én pedig elmondom azt, hogy mit jelent a szimbólum, és melyik betű tartozik hozzá. És pontosan ez, ami összefűz benneteket. Én örülnék annak, ha leírnátok a kommentárba a véleményeteket. Azt is, hogy szeretnétek-e többet látni ebből a rovás írás kártyából, sőt, annak is örülök, hogy mások is dolgoznak ezen a területen, tehát őket is inspirálta ez a gondolat, ez az ötlet, ami tulajdonképpen a férjemnél született meg. És megnézzük a képet, hogy mi az üzenet a magyar kártyából. Itt látható egy négyszög. Ugyanúgy, mint itt a négyes szám, jelenti az alapokat. Hogy erre az alapra most ki lehet építeni valamit. Ugyanúgy, mint ez a kártya, jelenthet egy szűkös helyzetet is, amiből ki kellene lépni. Az alapok megvannak hozzá. Kell a bátorság átlépni itt a kerítésen, ezeken a korlátozásokon. Ez a szimbólum, ez egy betű, mégpedig jelenti a K betűt. És gondolkodj el azon, hogy számodra ez mit jelent. Ez lehet valakinek a neve, ez a kezdőbetű, vagy lehet egy helység, hogy ezzel a betűvel kezdődik, mint például Kecskemét. És jelenthet egy bizonyos fogalmat is, például egy kezdet, egy új kezdet, egy új irány, ami itt is látható. Tehát örülnék, ha leírnád a véleményedet a kommentárba azt is, hogy tetszik-e ez a kártya, és hogy továbbra is dolgozzak-e vele. Azon kívül örülnék annak is, ha jelentkeznétek a csatornára, ha kommentálnátok és lájkelnétek. Köszönöm szépen, és kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!